Sziasztok, sikerült eljutnunk a Super Pendulum Squatig. Nekem ez az egyik kedvenc guggoló eszközöm, mivel benne vagyok kicsit a korba, és a térdem a fiatalkori őrültségek miatt nem olyan mozgástartományban tud kényelmesen dolgozni. Viszont, ha megnézitek, ez egy újdonság, mert ami nekem van, ott egy-egy rugó van oldalanként, itt kettő. A lenti szakaszban a rugók megnyúlnak, ezáltal kikönnyítik a mozdulatot, és ahogy jössz föl, ugye összehúzódnak a rugók, egyre nehezebb lesz, egyre jobban megkapod a súlyt. Így kíméli a térdedet, komoly térdfájósok vagy térdsérültek is nyugodtan használhatják ezt a típusú guggolást. Nézzük meg, hogy működik az eszköz. Ugye a talpat állíthatjuk, annak függvényéből, hogy mit szeretnénk, mi a célunk. És egy újdonság is bekerült, amivel kiinduló helyzetünket tudjuk állítani. Ha esetleg valakinek ez a mélység kellemetlen volt, amiről indultunk, akkor egyszerűen a kiinduló helyzetet följebb teszi, és kisebb mozgástartományban fog dolgozni. Ha alacsonyabb, mint én, az illető majdnem, hogy lehetetlen leérinteni a gépet. Játszhatunk ugye azzal is, hogy hova helyezzük a talpunkat. Ha válszélességű terpeszben állunk, a comb külső íve többet fog dolgozni. Ha széles terpeszre váltunk, a belső része fog dolgozni a combunknak, és a fenék. Ha lejjebb tesszük, akkor kifejezetten a feszítőre terhelünk. Még specifikusabbá alakították a Super Pendulum Squatot, mint amivel én is találkoztam eddig. Nagyon-nagyon szeretem ezt a gépet, csak javasolni tudom. Ha kíváncsiak vagytok rá, gyertek el a Mania Fitnessbe, és próbáljátok ki. Sziasztok!